szót szeretnék mondani Fritz Kreislerről. A monarchia szülöttje volt Bécsbe, a világ egyik leghíresebb és a legnagyobb hegedű művésze volt, aki tényleg egy valami fajta különös hangzásba művelte a művészetét, és nagy hazafi volt Bécsbe. És most szeretném a hölgyeket és urakat egy kicsit Bécsbe elvinni ezzel a pár idézettel, amit ő is különböző zeneszerzőktől témákat átvett, és erre írt aztán hegedű darabot, hegedűre és zongorára. Az első lenne Aus Wien. Következő, ahol ő aztán ugye a náci üldözés következtében elhagyta hazáját is, Amerikába telepedett le, és alapja volt az úgynevezett Hollywood Soundnak, amit a filmzenébe aztán még mai napig is ugye az ő hagyatékaként alkalmaznak. Most szeretnék előadni egy darabot, aminek az eredeti címe a Du alter Stephansturm, te öreg Stefan torony. És ő aztán Amerikába, az ő honvágyából egy angol címet adott neki, és úgy hívják The Old Refrain.
Remélem, a hölgyek és urak észrevették a hazaszeretetét ebbe, amit most éppen játszottam, ezt a honvágyába, illetve aztán Amerikába. A következő címe egy valószínű lengyel származású zeneszerzőnek a témáját vette, Krakauernek hívták, és a darab címe In Paradis, magyarul a paradicsomban.
engedjék még meg, hogy elmondjam, hogy én, nekem egy nagy régi vágyam teljesült azzal, hogy a Guminár Tamás barátom, a világ egyik legjobb hegedű készítője Budapesten, az én megrendelésemre csinált egy kópiát a Fritz Kreisler Guarneri del Gesuáról, amit nekem szerencsém volt Washingtonban, Library of Congressbe kipróbálni, és ez a csodálatos hangszer most elkészült, és tényleg úgy néz ki, mintha 300 éves lenne, és a Guminár Tamás a Kreislert is beletette a hegedűbe, ezért most ez egy ujjal is tudom mindent játszani. Utolsóként engedjék meg, hogy most egy pillanatra elszakadjak Bécstől, és Fritz Kreislernek egyik leghíresebb kompozícióját, a Schön Rosmarin, magyarul Szép Rosmarin szeretnénk eljátszani a kedves barátom. Megvan, Ferencem? Jó. Thank you.